Március elején érkeznének az első olyan menekültek Romániába, akiket az uniós kvótarendszer alapján helyeznének át Görögországból és Olaszországból. Egyelőre legfeljebb 15 személy átvételéről van szó, akiket a galaci menekültállomáson helyeznének el. Romániának a kötelező kvóták alapján 2017 végéig 6200 menekültet kell befogadnia, de a jelenleg működő központokban legfeljebb 1500-an férnek el. Ezért a belügyminisztérium új befogadó állomások létesítését tervezi. Szatmár megyében például Tasnádon és Erdődön lett volna hasonló, ezek a tervek azonban meghiúsultak a helyi közösség tiltakozása miatt.